Azt szeretném, hogyha beszélne arról Judit, hogy hogyan döntött el, hogy festészettel foglalkozik valamikor 40-es években. Nem a 40-es. Állítólag 3 éves koromtól azt mondtam, festő, művész leszek. De ne higgy, hogy ilyen csoda van mögötte. Biztos én firkáltam már 2 éves koromtól kezdve, csak firkáltam. Az rögtön megelégedett, csöndes, mert nagyon rossz gyerek volt. És állandóan mindig kérdeztem mindent. És én már adtak egy papírt, és akkor megnyugodtam, és firkáltam. Szóval ez a firkálás miatt aztán volt ebből festőművész, vagy így ilyen viccelt. Ezért gondolom, ebből jött, hogy én 3 éves koromban, mert magamtól biztos nem tudhattam volna, mi az a festő. Mondta, festőművész lesz. Úgyhogy nem a 40-es éve, ez a 20-as években volt, és nem volt tudatos, csak egy ilyen gyerekkori. És aztán úgy döntött, hogy jelentkezik a képzőművészeti aztán később már úgy. Azt hiszem 11 éves koromtól éreztem, hogy én festő leszek. Akkor már tudatosan is éreztem. Elmentem, kint laktuk a Práter utca legvégén, ott a Örömvölgy utca mellett, amit nagyon szép névnek találtam, és jóval később jöttem rá, hogy ez a, valószínűleg az ottan ilyen Örömvölgy utca, egy ilyen kurva negyed lehetett, nem? Még igen, mindig igen. Nem néztem utána, de biztos. Nagyon gyanús, igen. Szóval ilyen Örömvölgy utca, az nagyon szép. Nekem ott volt egy ilyen, nem tudom, hogy mondják, aki samatozta a kéményeket, meg a tűzhelyeket. Tudja, mi a samat? Igen, samat. Az ársír, az a... Igen. Akkor láttam, hogy ott voltak. Mondtam, adjon, láttam valahogy, tudtam, hogy ilyen darab, vagy nálunk maradt egyszer, ilyen darab agyag, kértem tőle, ideadta, vagy megvettem, vagy ideadta ingyen az. És abból csináltam először a szobrokat. Szobrokat, mert nem volt pénzünk semmire. Még arra sem nem, hogy ilyen színes ceruzát adjanak, nem volt. Szóval ezt kaptam, megszárítottam, és akkor arra azt csináltam, amit rájöttem, hogy a Mikkel azt csinált később, mint egy tömb, megszáradt, és akkor lefaragta. Szóval elvevéssel készültek a... Igen, ez a klasszikus, ilyen kövér őslények. Nagyon szépek voltak, milyen szépek, szóval elvben. Mert mind a maradt ilyen ősasszonyok, ősemberek. Szóval ilyesféle, ős magyar. Igen, volt az. Szóval, a furcsa az életem, látja, nem rajzolással kezdtem, hanem. Próbáltam apró fából faragni, az nem ment. Frustráció. Tudja, mi a frustráció? Igen. És akkor természetes volt, hogy a képzőművészeti főiskolára. Aztán már nekem természetessé vált. Különben az apáca istolák, azok állandóan janzenista módon tönkretettek, szerettek volna tönkretettek. És erre az lett, hogy mindenre föllázadtam. Főiskolás szabadság, nekem az a csodálatos paradicsom volt. Igen. És a Szőnyi István osztályába került. Szőnyi volt egy óriási szerencse. Bementem, fölvettek-e vagy nem, bementem ilyen. Drukkolva, ahogy mondták magyar. Azt mondja, Judit Regl az összes szavazatot megkapta. Mondom, hány szavazat van? 5 a tanár. Hát mondom, ez jó. Akkor mondom, most kihez van még hely, mert mindig nagyon nehéz. Hát ha összes szavazatot megkapta, akkor választhat. Mondom, szörny. Azt hiszem, nem tévedtem. Mert a Szőnyi hagyott csinálni, amit az ember akar. Néha még szerettem volna, hogy technikailag tanít, de nem tanított semmi. Csak te nagyon jól kritikált, nagyon erősen. Jól, de nem. Az nekem hiányzott a főiskolán, ez a tanítás, amit biztos azelőtt középkorban, reneszánszban még holland mesterek csináltak biztos a növendékeiket, de az nem volt. Ez a szerencse is volt. Én a teljes káoszból csinálhatott, amit az ember, amit akar, amit tudott.
Szóval... technikát nem tanítottak a főiskolán? Nem, ott valamilyen formában. Talán a freskó részen igen, de ott nem ment el. Mennyien voltak az osztályban? Hányan? 30 körül. Ott voltam 5-6 évig. 6. évben lehetett volna, még lehetett volna nekem csinálni 2 évet. Közben sikerült Itáliába kimenni, utolsó pillanatban. Ez a Római Magyar Akadémia ösztöndíja volt, ugye? De ez nem volt egy igazi ösztöndíja. Azt hiszem, nem is volt még a háború után, és a demokratikus kormány még nem volt úgy. Az a kis, rövid, ókombien efemer idő alatt nem. Nem is tudom, hogy lehet. Volt aztán, igen, irodalom, meg történelmi. Festők nekünk a tanárok adták, akik írtak a Kardos Lászlónak, aki volt a doktor Kardos László, volt az igazgató, aki boldogan elfogadta. Mindenki írt, még a Szőnyi, a Bernát, a Csészabó, a nem tudom, a Csészabó az az irodalmi, nem tudom, még ez az a ugye Kardos László is irodalmár volt, debreceni egyébként. Hogy? Kardos László debreceni volt egyébként eredetileg. Várjon, a Kardos? Igen, igen. Mintha pécsi lett volna. Nem, debreceni. Akkor... debreceni. Ő az irodalom történész. A kislány mindig mondta, hogy az én nagymamuskám Pécset lakik, emlékszem, 3 éves kis. De az nem jelent semmit, hogy az itt a nagyapja, meg itt vagy az apja. Igen, igen. Szóval a Kardos csak ugyanaz lehet. Igen, az irodalom történész, igen. Kardos László, hát, igen. Az, csak az lehet. Igen, igen. Kardos van több, de a Római Akadémiának volt az igazgató. Igen. Úgyhogy nagyon jó, én csináltam rá egy portrét, megvan. Megvan, a Kálmán visszaszerezt. De gondolom túl sok pénz nem járt ezzel az ösztöndíja. Mivel a tanárok adtak, mi a negyed részét kaptuk az ösztöndíj összeget. Na, nagyon 6000 lirát kaptunk, ami akkor nagyon kevés volt. Ezért elmentünk rajzolni ilyen teraszokra, meg egyik az Antal bíró azt csinálta a portrékat, nem, én csináltam a portrékat, ő csinálta a karikatúrát. Ő karikatúrista volt már Párizsban évtizedeken keresztül. Igen, és akkor vele ugye a Bíró Antallal, a Hantai Simonnal, a Hantai Dönkózival. Simon az később jött. Később jött. A Hantai Simon jött 6 hónappal később, vagy még több. A feleség, mert közben megnősült. Ott volt a Bíró Antal, Poldi. A Zsugor Sándor, a Poldi, a Bőn Poldi, és én. A Simon jött később. Mi csináltuk meg az akadémiát, hogy ott legyen, de nem volt hosszú ideig. Igen, a kard, az sem ment ilyen hivatalos. Ő kapott hivatalosat Párizsba, de nem Rómába. Ott volt 4-5 hónapig. Zsuzsával. Úgyhogy. És akkor egyszer csak hazajött, vagy hazajöttek. És akkor a Kardos kezdte volna, haza kell menni, haza, mert ő is kapott egy ukázt, szóval nem szíve mélyéből mondta. Haza. Ez 48-ban volt? 48 nyarától meg is szakadt az ösztöndíj. Még lett volna 2 évre, a másfél év után vége. Ott jött a nagyon nehéz élet, nem akartuk hazamenni, akkor utaztunk nyáron, akkor autostoppon, ahogy lehetett. Szegényen is, mégis csodálatosan. Gyalogoltunk, autós, minden nap fürödtünk, akkor még tiszta folyóba, meg összes megmostuk, mert csak egy ruhánk volt, ami rajtunk volt. Egy lepedővel, amit kinnaludtunk, vagy szegényházba, vagy asztalon egy ilyen iskolák, nem, odaadták. Vontunk egy ilyen, mint Magyar Akadémia és főiskolai hallgatók és fiatal festők, Fronta della Gioventù, azt hiszem baloldali volt akkor. Mindenütt adtak ilyen iskolába, szabad, mindig volt egy szabad, vagy a padló, vagy újságcsomók. Asztalokon aludtunk, és nagyon jó volt, ingyen. Akkor néha ilyen menza volt, ez a menza kommunale volt a dolgozóknak, néha a munkásoknak milyen járok. Szóval mindig megéltünk jól. Az ember eszik szőlőt, ember eszik gorgonzolát, dinhát, élet csodálatos. De haza kellett jönni. Há,
akkor nem jöttünk haza, amikor kellett volna, akkor megszakadt a, nem kaptunk pénzt, és akkor nem csak, hogy nem kaptunk pénzt, bementünk titóba, átmászt, olyan kerítése másztam át, hogy nem, akik most látják, azt mondják, hogy ez nem tudott átni. 4 méteres, és rajta még ilyen lándzsák. És minden este átmásztunk, hogy ott aludtunk, ki volt nyitva, nyitva volt az atölyé. Bementem alatt. A szituáció az, hogy egy hónap múlva, vagy körülbelül, észrevette a házmester. Jöttem le 17:30-kor, kellett nagyon korán, mielőtt a, nem tudom, mi van, ott van a hivatalos házmester. Jött, ki akartam menni, és egyszer elkapott. Hát mondom, magam mit keresett? Hol néhet? Az ott, akkor bezárták az atöliét, és utána nap is vége. Akkor kinn aludtunk, vagy egy, ameddig lehetett templomokba, aztán a templomot bezárták, nem tudom, akkor barátok találtak, szóval nagyon nehéz körülmények között, mindig valahogy még az idő megengedt, hogy kinn is aludt. Parkba aludt. Giardino Publicóban gyönyörűket aludtam. Hát a Trasteverén, ott a Gianni Colò alatt. Mohair. Csodálatos, szép, kalandos és nagyon nehéz volt, ami az, hogy az ember fiatal volt, és mindig boldogok voltunk, és nevettünk folyton. Keserves kínok közepette, nem eltűnt. És mit szólt ahhoz, ami itthon fogadta 48-ban, amikor hazajöttek Magyarországon? Az volt a tragédia. Az volt egy olyan, úgy azóta se tudom másképp, a guillotine, a guillotine de Stalin, de Coupré est tombé juste une semaine après que je suis rentré. Előre látható volt, de mi nem voltunk érte. Annyi pénzünk nem volt, hogy újságot vegyünk, az olasz újságot olvastuk, úgy ahogy, de nem. Szóval nem voltunk elég erősen értesülve. Akik onnét jöttek ki, nem mertek beszélni. Hatta is sem mert. Hát is ott volt, nem mert beszélni. De akkor még, mikor kijött, még az a igazság, akkor még nem romlott le ennyire. De ő nagyon tudta, hogy nem megy vissza. Úgyhogy a történelmi idők voltak óriási változások, amilyen furfangos módon előre látható volt, de mint se furfangosak nem volt, se volt rá módon, nem is érdekelt, ott voltunk a boldogságban. És akkor hamar eldöntötte, hogy nem marad itthon Magyarországon. Hogy? Tehát eldöntötte viszonylag hamar, hogy nem marad itthon, hanem... Várja, akkor azt nem értettem a kérdést. Körül. Hogy viszonylag hamar eldöntötte, hogy kimegy Magyarországról, hogy visszamegy Nyugat-Európába. Ezt nem lehetett megakadályozni. Olyan nyomorba kerültünk, de olyan kezdett rossz idő lenni, esett, hideg volt. Szóval nem, minden leszakadt rólunk a ruha, nem lehetett emberileg tovább érni. Kezdtük éhezni kegyetlen. Nyáron lehet élni egyszerű. Vannak a teraszok, emberek lehet rajzolni, hát nem lehetett. Október vége, októbertől kezdve Róma is ősz, eső, nem az, ami nyár. Igen, úgyhogy azt szeretném, hogyha arról az beszélni... Az élet arra kényszerített, hogy haza kellett menni, vagy aki is többet csinál, az Antal kimaradt. Hogyha arról beszélne néhány mondatot, Judit, hogy itthon Magyarországon, hogy viszonyult, vagy mi fogadta? Olyan, hogy nem lehet elmondani a különbséget. De hirtelen valaki meghal, és egyszerre bedobják a pokolba. Úgy kezdődött, hogy az útlevelet rögtön elvették a határon. Hát mondom, nem adja vissza, nem. A határőr elvette az út. Mondja, menjen be, nem tudom hova. Minden második nap bementem ostoba módon, barátaimmal együtt, a Sándorral és a Poldival, aki az őt attal kimaradt. Minden nap bementem, hova kellett, most nem tudom hova. Valamelyik minisztérium. Mondták, jöjjön vissza, két nap meg lett. Soha nem lett meg. Soha. És hogy csalogattak, mint hittem. Aztán mondom, itt nincs mi sem. Adtak több, hát erről írok sokat, adtak több nagy megrendelést. Honvédelmi minisztérium egy nagy freskót. Akkor megcsináltam, az volt a cím, hogy
liberáció, felszabadulás. Hát mondom, persze, nagyon jó. Megcsináltam civilben, mindenki táncol, de egy kermes, tudja a szó kermes? Igen, igen. Kermes popüle, népi, mindenki táncol. Ott volt a bíróság, szóval a bír, nem, hogy mondjam, bíráló bizottság, igen, a zsűri. Zsűri, néztél. De kellett csinálni egy elég nagy 6 méteres vázlatot, ugye azt a fresk utána lett volna, de nem lett. Azt mondták, hogy hát ez micsoda, hát mondom, liberáció. Hát hol van a szovjet hadsereg? Most idézek. Hol van, mondom, ott van a civilbe táncolnak, hát ma égi a háborúnak, liberáció. Én tudtam válaszolni, de mindig nem nevettek rajta, hanem föl voltak háborúzva. Hát ez kötelességük is volt részben. Azok, akik visszajöttek Moszkvában, akik ott tanulták meg, mit kell, hogy csinálják, Rákosival visszajött, azok voltak ott, az a zsűri. A második. Ott volt egy pár ember a Honvédelmi Minisztérium. Elmondom, hogy miért nem mondanám el történelmi tények. Második válasz az volt, hát hol vannak a, idéze, a dicsőséges szovjet tankok, akik minket felszabadítottak. Hát mondom, nincsenek, ott már nincs rá szükség, hát vége van, garázsban. Na, botrány lett, akkor felállt egy fiatal, nagyon szép ember, és azt mondta, miért kell, uraim, vagy elvtársak, még nem volt, létszükséglet, miért kell a Magyar Honvédelmi Múzeumba orosz tankokat mutatni? Csönd. Síri csönd. Egy hét múlva felakasztották. Én nem mondom, hogy ezért, de ez biztosan hozzájárult ahhoz, hogy ürügy is lesz, hogy most már ebből elég. Úgy hívták, hogy Sólyom László fiatal 28 éves generális volt. Tábornok. Látja? Ezek tények, nem merem mondani bárhol, bárki előtt, igaz. Én értem át. Valahogy, szóval így kezdődött, hát látta, itt tragédia, a Benes vagy nem tudom mi, ki volt az, aki közben Csehországban is ugyanez volt, kiugrott az ablakon és szörnyet halt. A Benes volt? Nem. Ott volt akkor egy csomó. És több megrendelést kapott, vagy? Akkor kaptam egy másikat, munkás parasztbarát, ha megvan, meg tudom azt mutatni. Láttam azt a képet, igen. Ami inspirált, az a Tetrarch című négy, két és két, egymást ilyen átölelő, pontosan ugyanazt csinálta. Római szobor, késő római, a harmadik század elejéről. Porfírból van, vörös márvány, ami csak a királyok vagy a császárok használtan tudja. A San Marco térnek a piacának a Szent Márk térnek. Szent Márk templom, és a Dózse Palota, a Palazzo Ducale között. Igen, ott igen. Van. Ismeri valószínűleg. Nagyon szép. Az nekem nagyon, pontosan ez van meg, de áttéve ilyen mostani. Igen, láttam a képet. De ha megnézi, megmutathatom, nekem megvan a szobor, képes lap, elküldték, nem volt meg, elküldték több helyre, a plenne meg egy pár. Úgyhogy, hát persze, az se tetszett, abszolút nem tetszett. Ez nem szocialista realizmus. Mondom, tudom miért, mert a szocialista realizmus, 19. század második felének a német iskola utánzás, német iskola utánzás. Ez a szociálisztere, az oroszok átvettek ezt. Tudja, vagy én tudom. És erre hivatkoztak, hogy ez nem szocialista realitás? Nem, hogy ez nem. Hát nem is volt, de még. Igen. De az volt, ami ez a müncheni iskolának a batárja. Igen. És nem lehet, hogy az verte ki a biztosítékot, hogy a
hogy ott van egy munkás és egy paraszt. Azt lehetett aki, látni. Ott, az, aki, ami a, két fiú, aki a tetrarkáknál egy kard volt, igen. Abból lett egy csákány. Igen, igen. A másik fiúnak pedig a tetrarka kardján volt egy madár, egy sas, abból lett egy galamb, amit fogott. Igen, igen. De nem lehet, hogy az sem tetszett, hogy ez a két fiú itt ilyen homoszexuálisnak látszik a képen? Hogy nem lehet, hogy... Hogy ez sem tetszett a bírálóknak, hogy ezek homoszexuálisnak tetszenek a képen? Vagy nem lehet, az semmi köze nem. Igen? A két fiatal fiú... Aki fogja egymás barát, kezét? Hát... Barátja. Arra nem hiszem. Nem. Ilyen messzi nem is gondolkoztam. Ennyire nem. Nem. Ne. Én szeretem, biztosan nem. Nagyszerű kép, én láttam azt a képet Üdvipnál, igen. Sajnálom, nagyszerű mert kép. Nem volt rossz, még realista szempontból sem volt rossz. Igen, és odaadta egy gyűjtőnek a Maurice Borelli-nek. Én láttam, még két éve láttam ezt a képet. Amikor, eredetiben? Az, igen, de amikor, hol igen. Volt? Hát még Üdvipnál volt 2008-ban, igen. A Gorellinál volt. És most a Gorellinál. A Gorellinál. Restaurálva van a Gorellinál. És most a Gorellinél is láttam legutóbb, igen. Aztán igen. Még kaptam, még egy harmadikat, nem is jut eszembe, mi? És fölajánlottak a kultúrminisztérium? Igen, igen, kulturális minisztérium. Úgy mondtam, hogy kultuszminisztérium, mert nem volt elválasztva. Kultúrminisztériumnak a minisztere, vagy az államtitkár. Azt nem mondom meg a nevét, minek. Nem is tudom, éle, nem biztos nem. Azt felajánlott 3 éves moszkvai ösztöndíjat. Mondtam, hogy nem. Hát miért nem? Mondtam, mert Picasso a Tretyakovban, Matisse a Tretyakovban, mind be van zárva. Az ikonokat, a Rubjovokat, mind be vannak, hát miért menjek Moszkvába? Az úgynevezett szociális realizmus nem érdekel. A Picasso-t bezárták, nem mutatta, tudta, ők is tudták. És Franciaországban pedig van meghívom, volt meghívom, van lakásom, van minden, be vagyok iratva a főiskolát, csináljam tovább ott a tanulmányaimat, láttam a Picasso-t valóban, még életben is, de nem azért, de a képei ott vannak. Matisse-t, minden, még, az is, még a Matisse is ért. Oda van hivatalos, meg volt az elővízum, csak nem volt útlevelem, nem lehetett megkössétre. Adják ide az útlevelemet, elmegyek, írásba adom, visszajövök. Visszajövök egy év, két év. Nem adtam. Nem lehetett, micsak. Akülé, ismeri a szót? Igen, igen. Oda voltam kényszerítve, oda nyomtak, ők csinálták, hogy nekem ki kellett szök. Hogy a vasfüggöny az egy igaz dolog, mert igen. Én átmentem rajta. Nem volt egyszerű, ugye? Hát. Sikerült. Ez elsőre? Vagy elsőre nem sikerült? Elsőre. Nem hiszi el, ki segített. Egy ávós segített, aki a Dajkám családjának, vagy egy barátom családjának volt a Dajkája, összes gyereke. Annak volt a testvére, vagy sógóra. Kényszerített. Azt mondja, csak azért segítek, számítok arra, én tudom, hogy itt botrány lesz, hát lett is a 56-ban, hogy akkor valljanak az érdekem, hogy én magukat segített. Ezért segített. És segített úgy ahogy, hogy elvitt odáig a No Man's Landig, és át kellett menni. Paraszttal megbeszélte, aki mind a két oldalra volt kém. Hozott egy nagy létrát, amivel fel lehet menni a padlásra. Azon át kellett 4 kézláb ilyen. Mondom, így megyek át. Tehát ez egy francia, ahol jól hangzik, nem tudom, hogy az anyaföld létrájáról a L'Echelle de l'Uni, de Délang. Lakának ismeri a Délang. Délang. Ez nagyon jól hangzik, francia, azt hiszem magyarul nem lett. Magyarul nem ilyen jó, igen. Igen. Eszel, azt tudja, az több. Egyik nívóra azt mondja más. Jó, hát
Akkor így átmászott akkor tulajdonképpen. Akkor a paraszt mondta, ele kell mindig, mindig balra kell menni, mert akkor visszajött a horozónába, visszajönnek, vagy visszajön. Szóval ennyivel csak az Isten, vagy nem tudom, a sors, vagy az emberbe feltámad a legősibb ösztön. Én tudtam mindig, hogy merre kell menni, nem tudom, azóta sem tudom, csak azelőtt sem, csak akkor. Igen, és hogy került Párizsba innét? Mert volt egy orozóna, már angol zónában azt megmondta Ausztriában, ez a paraszt, hogy ott van egy folyó, varat egy malom, elektromos malom, ami éjjel-nappal a híd ki van vele. Ha ott át tud menni, akkor már angol zónában. Megvártam, mint egy orosz öljárat elmegy, de olyan hangosan jöttek, hogy ezt lehetett hallani, elmentek, átmentem, nem volt semmi probléma. Akkor megcsokoltam a földet, nem osztrák földet, ezt a szabadság földét meghatok egy tiszteletet. No, mit kérdez? És aztán Párizsba került, 50-ben érkezett. Párizsba kerültem, többé-kevésbé Európát átmenve nagyrészt gyalog, 3,5 hónapba került. Először a francia-német határ le volt zárva, hermetikusan nem lehetett. Szóval próbálkozás, nehézség, minden. 9 határ volt, miért volt 9 határ? Mert akkor zóna határok is voltak. Orosz zóna, angol zóna, francia zóna, szóval föl volt osztva Ausztria is, azt hiszem Németországon nem emlék, de ott is... Németország is, igen. Igen. Úgyhogy nekem még egy ilyen külön probléma, és az orosz zónáktól mindig az volt a nagy veszély. Akkor az ember visszajött, nem tudom, hova, börtönbe, Budapestre van. Úgyhogy erre vigyázni kell. Tehát... 3,5 hónap. Érdekes volt. Néha voltak barátok, mindig vagy kerültek, vagy találtam, mindig nagyon jó emberek segítettek. Volt egy ilyen titkos amerikai, magyar, nem tudom mi volt, amit segített, még adtak egy vonatjegyet is, Münchentől Kölnig vonat. Gyönyörű. Ott voltak barátok. Münchenben is voltak. Kórházban nagyon jól volt. Két éve. Szóval minden volt. Minden volt valahogy ilyen csodálatos módon. És Párizsban kihez ment? Hogy? Párizsban kihez ment? Hová tudott menni? Először átmentünk a Hantaihoz. Valakivel voltam, akivel megérkeztünk együtt Párizsba, aki aztán kiment Amerikába. Hantaihoz. A Zsuzsa és a Simon. Át kellett menni vasárnap reggel a Pigálo. Azt nem tudja, mit jelent. Mindaz az illúzió, Párizs-Róma után majd meglátod, mindenki most meglátod Párizs. Hát olyan csalódás még, azt hiszem, életem. Piszok, hányás. A legrosszabb, amit el lehet kérni, a Pigálo. Hát miért azóta nem tudom, mondjam durván, a kurva megy. Úgyhogy minden ott az emberek ott. Minden volt csak Párizsnak, amit én képzeltem. Ott át kellett menni a Gare du Nord-on, hát az a legrosszabb rész. Pigálo, a Clichy-ig, és ott fönn ott már kicsit. Hol lakott a Hantaiék? Hantai ott lakott a Brosan mellett, egy Cité des Fleurs, egy ilyen magánlát, ott nagyon gyönyörű volt, fák. Ott várta, akkor elvitt azonnal a Simon megnézni a Mona Lisa. Emlékszem, oda mentünk el, a Louvre. Elmentünk, és utána elmentem az Antal barátom, az aki ott volt, aki rögtön odaadta az ateliéját, ő ment Olaszország. Bíró Antalról van szó. Ilyen szerencsém. Aztán kaptam egy freskó rendelést, az Ádám sehol már ott volt, szobrász, akkor őt is bevettük. Hú, volt ott egy-két. Betty Anderson jött.
Angliából, és akkor csináltunk freskókat. Szerencsére mindet elromboltak, míg az autó út ment. Tehát ilyen rendelt freskó volt, hát próbáltam. Úgy örültem, mentem az autóúton, kocsival, és mit látok? Ilyen romokat, ilyen részleteket. Ott a freskó darabokba. Szóval lerombolták át. Ilyen nagy szerencse, még életemben nem ér. Na, és igazam volt, szóval nem őszintén volt. Ilyeneket mondok, anekdóták, de mindig az, így ahogy van. És akkor a Bíró Antal műtermében tudod dolgozni? Ott kezdtem. Van egy-két rajz még. Uh-huh. És hogy ismerkedett meg Bretonnal, André Breton? Breton. A Simon elhozta az ateliémbe. A hatal. Elhozta ateliémbe, látta Les Soifs, Ils ont soif insatiable et l'infini. És elkezdett, könnyezett, akkor odaadtam neki, hogy örült. Megtartott a halálig, a lánya 40 éve halála után adta el a bóbordat. Így van. És azóta lehet látni. Most ki van téve. És akkor azonnal felajánlott egy kiállítást? Azonnal, és akkor nem fogadtam, attól nem. Miért? Nem tudom. Ez volt május végén, június elején, írt is egy levele. Még mondta, hivatkozott is rá valahogy, hogy arra, hogy nem akartam, hogy valamit mondani. Majd megmutatom, talán ismert. Igen, aztán végül mégis elfogadta. Akkor már novemberben mondta, most elfogadom, ha még mindig akar. Azt mondta, igen. Akkor november 20-a körül lett. És ott 14 munka szerepelt, ugye? 14 munkát állított ki. Tudja jobban, mint én, de annyi. A Beres volt az első, aki megjegyezte, nem vettem észre. Nagyon intelligensen. Azt mondta, érdekes, a Breton mindig a figurálisokat szerette. Igaz, akkor is.